Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Két nap múlva szeptember 1-e kezdődik az iskola. Ez a tény nem csak a diákok, hanem szinte mindenki életét megváltoztatja. Megváltozik a napirend, a közlekedés és sok minden más is. A mai műsorban a tanévkezdés lesz a téma. Indul az iskola. Milyen változásokat hoz az új tanév? Sportoljunk együtt. A Diák Sportszövetség is készül szeptemberre. Változó menetrend, a buszjáratok is módosultak az iskolai év miatt. Már csak két nap és újra becsengetnek az iskolákban. Milyen változásokat hoz az új tanév és hogyan készülnek a járványra az intézményekben? Erről beszélgetünk Iszák Tiborral, a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettesével. Jó estét kívánok! Jó estét, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Két nap, de gondolom, hogy nem két napja kezdik a készülődést a tanévkezdésre, és meglehetősen zaklatott időszakot követően készülünk egy új tanévre. Hát ez a két nap inkább csak a finálénak a időtartamát jelképezi. Isten igazából a tanévre már minden iskola igazgató, minden pedagógus elkezdett készülni június 15-ével, tehát mikor bezártuk, utána rögtön hamar azonnal nekiállunk annak az alapvető feladatoknak, amiket el kell lássunk ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk a következő tanévet indítani, és a nyár folyamán pedig folyamatosan arra készülünk a szabadság mellett, hogy változások lesznek, tervezetlen időpontokban, és ezt azért fontos előrelátni, időzével előrelátni, mert ha nem készülünk fel ezekre a változásokra, akkor a szeptemberi tanévkezéskor szembesülhetünk olyan dologgal, ami esetleg sokként érhet bennünket. Hát ez az elmúlt másfél év pont azt mutatta meg, hogy nem mindig tudunk előre tervezni, mert hogy olyan dolgok következhetnek, ami még eddig nem volt. Milyen tapasztalatokat hozott ez az elmúlt időszak? Igen, én azt szoktam mondani, hogy akik félnek a változástól, félnek az idegentől, azok ragaszkodnak valamihez, helybe járnak. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél-két évben nagyon-nagyon sok lehetőség volt a magyar pedagógus társadalomnak, a magyar iskoláknak egy óriási fejlődésre, és ezt a fejlődést szerintem meg is jártuk, és meg is tettük. Az iskolán kívüli oktatás, a Covid, illetve minden olyan körülmény, ami befolyásolt ezt az időszakot, legyen ez egy általános iskolai oktatás, vagy óvodai nevelés, vagy az érettségéről való felkészülés, és maga az érettség is, olyan eddig nem tapasztalt elvárások elé állított a pedagógus társadalmat, amit azt gondolom, hogy példaértékűen láttunk el ennek ellenére. Hogyan tudják megoldani az olló nyílásának a megállítását? Mert hogy ez az elmúlt időszak azt is megmutatta, hogy az elmaradott települések, illetve rosszabb helyzetben lévő iskolákban bizony azért nem volt könnyű megoldani a távoktatást eszköz hiányában, vagy a szülői támogatottság hiányában. Igen, ráadásul én egy olyan térségben dolgozom, ahol ez kimondottan jellemző, és a pedagógusok, az iskolák, a fenntartó, és azt gondolom, hogy talán maga a kisebb közösségek, vezetői önkormányzatok is egy közös csapatmunkába vettek részt. Annak érdekében, hogy minél zöggenőmentesebben történjen ez a feladatvállalás. Természetesen nagyon sokat beszéltünk a digitális oktatásról, rengeteg eszközt kaptunk a fenntartóktól, kaptak az iskolák, de nagyon sok helyen ezekkel az eszközökkel nem tudtak mit kezdeni, ahol esetleg nem olyan volt az áramellátás, vagy olyan mély szegénységbe élő családok vannak, vagy annyira korlátozott a családi támasz, vagy a támogatás a gyerek részéről, oda hiába adunk laptopot, hiába adunk bármilyen okos technikai eszközt. Ezekben a térségekben vettük a hagyományos papírtól és különböző applikációs eszközök használatát, és eljutottuk a családokhoz, majd azok meghatározott időre visszajutották. Természetesen ez egy sokkal kisebb léptékű előrehaladást okozott,
de azt tapasztaltuk, hogy az előre a haladás az nem állt meg, tehát folyamatos volt a munka, és természetesen sok esetben a szülők olyan szinten kerültek ebbe a munkába, és rájöttek arra, hogy nem is olyan egyszerű a tanítás, nem is olyan egyszerű az iskolai munka, és a pedagógusoknak a szakmaiság egy kicsit azt gondolom fel is értékelődött ebben az időszakban. Úgy gondolom, hogy ezt a közös munkát meg kellene tartani. Covid ide vagy Covid oda, digitális oktatás vagy lesz vagy nem lesz. Én azt vallom igazgatóként is, hogy nekem az az alapfeladatom, hogy azt érjem el, hogy az iskolámban érezze jól magát a pedagógus, a diák és a szülő. Egy kicsit olyan könnyűnek tetsző kijelentés, de hogyha mélyen belegondolok, azért nem olyan egyszerű ezt elérni. És hogyha ez a háromlábú szék stabilan áll, akkor maga a fő cél, a gyerek nevelése, oktatása és fejlesztése, az általuk kitűzött célok elérése, szerintem egy nagyon komoly, stabil háttér lesz. Mik azok a változások, amire viszont biztosan számíthatnak a gyerekek, a szülők, a pedagógusok ebben a tanévben? A Nemzeti Alaptanterv követelményére már mindenki tájékozódott, tudja, hogyan felmenő rendszerbe, hogyan kerül bevezetésre. Biztos vagyok abban, hogy az iskola használók nagyon sokat foglalkoztak az érettségével és az érettségi körülményével is, és kérdezik nagyon sokan a szülők, hogy na most mi lesz szeptember 1-től. Én azt szoktam mondani mindenkinek, hogy ha odaérünk a hithoz, akkor majd átmegyünk rajta. Nekünk egy dolgunk van, és volt, hogy felkészüljünk arra, hogy ha normál oktatásban tudunk haladni, akkor úgy fogjuk végezni, hogyha iskolán kívüli oktatást kell prezentálnunk, akkor azt fogjuk csinálni. Ha a vegyes összvér megoldást használjuk, akkor azt fogjuk csinálni. Az a lényeg, hogy kellő időben és megfelelő módon tudjuk tájékoztatni a diákokat és a szülőket. Ez nagyon fontos, és itt felértékelődött az iskolai kommunikáció szülő pedagógus között. Osztályfőnökök különböző levelezési csatornákon keresztül tudják ezt prezentálni, és hogyha ezt tudjuk tartani, és egymást tudjuk olyan szinten tiszteletbe tartva segíteni, támogatni, akkor a gyerek biztos, hogy nem fog sérülni. Milyen járványügyi intézkedéseket kellett bevezetni, vagy mi az, amire készüljenek a gyerekek, a szülők a járvány elleni védekezésben? Jogszabályban a miniszter úr leírta, illetve a különböző rendelek meghatározzák, hogy az intézményeket hogyan és mi módon lehet használni, milyen fertőtlenítés, milyen eszközhasználatról van szó. Most a legutóbbi tájékoztatások arról szólnak, hogy egyenlően nem kell maszk, nem kell hőmérő, de én azt gondolom, hogy minden olyan iskolavezetés, aki egy kicsit is odafigyel a környezetére, magára, illetve az iskola használókra, mi a fertőtlenítőszert természetesen ugyanúgy használjuk. Az iskola takarítása elméletebb szinten történik, tehát a technikai dolgozók nagyon sokat tesznek azért, hogy ne csak a szünetekben, hanem más időpontokban is történjenek meg ezek a fertőtlenítések. Nem fogjuk tudni elkerülni, hogy ne találkozzunk a vírussal. Ennek talán egy módja az, hogy fel kell készülnünk arra, hogy mi lesz akkor, hogyha találkozunk, illetve van az oltás, amit én minden pedagógusnak azt gondolom, hogy kötelessége, erkölcsi kötelessége ebben azért élenjárni. Én elfogadom, hogy esetleg valakinek vannak aggályai, de ha egy szülő visszakérdez, akkor nem fogunk tudni neki azt mondani, hogy miért, Isten igazán, miért nem. És nálam az iskolában ez nem jelentett problémát. Én azt vallom és azt hiszem, hogy ha meg tudunk tenni valamit, és megelőzni valamilyen problémát és bajt, akkor ezt meg kell tenni. Az oltás ez egy ilyen. Tavalyi évhez képest ez is változás, hogy most már a 12 éven felüli gyerekek is oldhatók. Így van, jelen pillanatban nálunk az iskolában ma is folyik az oltás. Azt gondolom, hogy egy kicsit hamar lett kommunikálva, és lehet, hogy emiatt talán most kevesebben oltatják be magukat.
Viszont ha most megtörténnek a tanévkezdések, megtörténik a tanévnyitó, én jó magam is ma fogom tájékoztatni szóba is a diákokat és a szülőket, az biztos, hogy hatásosabb lesz, és szerintem az elkövetkező időszakban egyre többen fogják majd igénybe venni, és regisztrálnak majd ezekkel az oltásokra. A tanévkezdéshez szükséges egyéb eszközök rendelkezésre állnak minden iskolában, a tankönyvek megvannak? Tudomásom szerint igen. Ugye a Klébezzel központ, illetve a tankületi vezetők és a fenntartói oldalról ismerve ezeket a dolgokat megtettek a nyári szünetben, de mindent annak érdekében, hogy beszerzésre kerülnek az eszközök. Ami esetleg nem sikerült valami oknál fogva beszerzésre, az folyamatban van. De nem lehet gátja az, hogy most nem lesz kimeszelve, kifestve, felújítva bizonyos helyiség. Ha valahol esetleg csúszik, az annak megfelelő helyi adott szinten technikai okai lehettek, vagy vannak. Kell-e itt a megyében pedagógus hiánnyal szembenézni? Vannak-e olyan szakok, ahol mondjuk kritikus lehet a helyzet? Nagyon sokat hallottam, és nagyon sokat beszélgettem már a pedagógus hiányról, illetve arról, hogy itt régiós vagy megyei szinten ez hogyan fog majd érvényesülni. Én azt gondolom, hogy mivel ez egy kiöregedő szakma sajnos, illetve kevesebb fiatal helyezkedik el a pedagógus pályán, mint amennyien elvégzik, illetve járnak az egyetemre. Ezért súlyozottan oda kell figyelni erre a dologra, és meg kell ragadni minden lehetőséget annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélyes helyzetbe. Az, hogy most hogy állunk, a konkrét statisztikai adataink, nekünk erről nincsen nemzeti pedagógus karnak. Azt tudjuk, hogy vannak régiók, ahol nincs baj, vannak régiók, ahol vannak szakos problémák, de ezt az áttanításokkal, külső megbízásokkal, nyugdíjasok bevonásával próbálják kezelni. És hogy ez a folyamat mennyire és meddig lesz hathatós, ezt azt hiszem, hogy az átalakulóban lévő pedagógus képzés, pedagógus továbbképzés hivatott kezelni. Mi a pedagógus kar azon vagyunk, hogy megadjunk minden egyes olyan gyakorlati ötletet, illetve gyakorlati szakmai tapasztalatban rejlő jelzést ehhez, hogy mire kellene figyelni. Talán én személy szerint azt mondom, hogy egy kicsit a kereslet kínálat oldalát kellene jobban összehozni, ugyanis ez is egy piac, ha megnézzük, és hogyha az egyetemek jobban megnéznék azt, hogy milyen szakra, milyen területen hány emberre lenne szükség, és akkor a képzési kínálatokat úgy alakítanák, az talán közelebb vinni a gyakorlatba, vagy a gyakorlathoz a végzős pedagógusokat. A fiatalokra azt gondolom jellemző az, hogy tetrekészek. Nekem saját magamról beszélek, és a saját iskolámról azt gondolom, hogy mi jó vagyunk, hozzám jönnek szívesen a fiatalok. Jelen pillanatban is vettem fel 5 pályakezdő fiatalt, de már mi több mint egy éve elkezdtünk egy projektet ezzel kapcsolatban, alakítottunk ki egy pedagógus klubot, és én arra figyelek, hogy a tőlünk az iskolából elmenő érettségiző fiatalok, akik pedagógus pályára készülnek, azok már ebbe a klubnak a tagjai legyenek, nyomon kísérjük őket, mentoráljuk, hozzuk be a fiatalokat, és így megpróbálom egy ilyen lokális szinten ezt valahogy orvosolni, kezelni. Nekünk is vannak persze problémáink, kisiskolákban gondolom több ilyen probléma van a szakos ellátottságot illetően, ott pedig megpróbáljuk egymást úgy kisegíteni, hogy az áttanításokra mindenféleképpen szükség van. Ez a téma annyira fontos, hogy megérne egy külön beszélgetést témára. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, Kőcsuka. A Magyar Diák Sportszövetség arra biztatja a testnevelő tanárokat, hogy a tanév elején mérjék fel a diákok fittségi állapotát. Ezt ősztől új applikáció segíti, amellyel jelentősen leegyszerűsödik a felmérés és az adminisztráció. Mint Balogh Gábor, az MDS elnöke elmondta, szeptemberben ismét elindulnak a diákolimpiai versenyek.
az iskoláskorú gyerekeknek legalább naponta 60 percet, vagy egy héten mondjuk ezen az 5 nap, amikor iskola van, akkor legalább 60 percet naponta mozogniuk kellene. Szóval ez nálunk az alap tézis, az alap kiinduló pont, és minden egyes programunkat ennek szentelünk. Na most, amikor bejött a koronavírus járvány, akkor azért a mozgásnak a lehetőségét igencsak visszaszorította a gyerekek körében, tehát mindenki körében, de a gyerekek aztán végképp ki voltak szolgáltatva ennek a dolognak, és azért végeztünk kutatást, hogy megnézzük, hogy korábban amilyen hajlandóság volt gyerekeknek a mozgásban, az a koronavírus idejére ez hogyan alakult, és hát kiderült, hogy sajnos a gyerekeknek csak a 20%-a, akik a napi 60 perces testmozgást megcsinálják. Majd végeztünk tavaly télen, tehát a második, harmadik hullám után is végeztünk egy második kutatást, ahol meg már csak a 10%-a a fiataloknak mozgott napi 60 percet, és ezért nagyon fontos, hogy ezen a trendben változtassunk, ezen a dolgon változtassunk, ugyanis van még egy másik nagyon fontos adat is, ami a gyerekek szempontjából egy fontos dolog, hogy maximum napi 2 óra televízió vagy képernyőidő javasolnak a gyerekeknek per nap, és ez korábban olyan 3,5 óra volt napi szinten, ez most fölment majdnem 5,5 órára. Tehát, hogy sokkal többet ülnek a gyerekek, sokkal többet televízióznak, vagy képernyőidőznek, akár játékokkal, akár televízióval, és a mozgásra szánt idő az jóval kevesebb. Na most ezt a trendet szeretném valamilyen módon visszafordítani és ösztönözni a mozgásra a gyerekeket. Milyen lehetőségek vannak erre? Rengeteg lehetőség van. Magyarországon azért azt kell látni, hogy a mozgástér az azért mégiscsak az iskolákra redukálódik a leginkább. Tehát Magyarországon a mindennapos testmozgásra az iskolákban van a legnagyobb lehetőség, ott van ugye a mindennapos testnevelés is, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó intézkedés, és rendkívül jó lehetőség is arra, hogy mondjuk a gyerekek ezt a napi 60 percet, vagy legalább egy napi 45 percet mozgással töltsék. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott az iskolákban újrainduljon a mindennapos testnevelés, az iskolai diásportkörök és az iskolai sportfoglalkozások. Mi ebben szeretnénk mi is ösztönzést tenni, és azért indítottuk korábban a NetFit rendszerünket el, hogy mérni is tudjuk a gyerekeknek a fizikai állapotát. Azokat a fizikai paramétereket, amelyek a legáltalánosabbak, itt a testtömegindextől kezdve a hajlékonyság, a hátizom, tehát meg tudjuk azt mondani, hogy az ülő életmód, a elhízás esetleg, az állóképesség az hogyan alakul a gyerekeknek a szempontjából, és ezért javasoljuk nagyon, hogy most a testnevelő tanároknak, hogy most szeptember-októberben minél hamarabb kezdjék el a fittségmérést a tanórai keretek között, ugyanis most nagyon-nagyon szépen fogjuk tudni látni azt a fejlődést, azt a fajta beavatkozást, hogy most ha újra elkezdődnek majd azért a tesi órák, újra elkezdődik a napi szintű mozgás, akkor nagyon exakt módon láthatóvá fog válni egyébként a gyerekeknek a fittségi állapotán a javulás. Ezért ösztönözzük nagyon most a testnevelőket, hogy mit csinálják arra a méréseket. A gyerekeket mivel lehet ösztönözni, hiszen nagy részük már a Z generáció vagy Y generáció, tehát abszolút az informatika bűvöletében, bűvkörében élnek. Igyekszünk minden olyan dolgot megragadni, amely a kötelező érvényű dolgokat, mint például a mindennapos testnevelés, vagy például a fittségmérés, ezek kötelező dolgok, és ezeket általában nem szeretik a fiatalok. De még egy csomószor egyébként a tanárok sem feltétlenül, és azért egy olyan applikációt készítettünk most a NetFit mellé, ami nagyon-nagyon könnyűvé teszi ennek az egésznek a használatát, ami azt jelenti, hogy egyrészt a testnevelő tanároknak most már nem úgy kell csinálni a mérést, hogy papírra fölviszik a méri eredményeket, majd utána gépre azt föltöltik a világhálóra, vagyis hogy hát a különböző adatbázisokból, hanem applikáción keresztül azonnal föl tudják a gépre vinni az eredményeket, sőt, a gyerekek maguknak le tudják tölteni a saját telefonjukra már, aki természetesen annyi idős is van neki, ezt az applikációt, és lehetőség nyílik mondjuk egy azon testnevelés órákba, egy évben körülbelül, ha jól tudom, ilyen 2-3 órában, tanórában belefér az, hogy egyébként a fittségmérést végig lehessen csinálni az összes gyakorlatot, és erre a 2 vagy 3 órára a gyerek be tudja vinni magával a telefont, és saját maga is föl tudja az applikációra tölteni az eredményeit, és utána csak oda kell adni a testnevelő tanárnak, és a testnevelő tanár hagyja jóvá az eredményeket. Szóval ezzel is próbáltuk felhasználóbaráttá is, és szerethetővé tenni a fittségmérést. A tanév jelenlégi oktatással indul, és a tervek szerint így is marad. Mi a helyzet a diákolimpiai versenyekkel, hiszen azok is hiányoznak a diákok számára? Egyrészt nagyon örültünk, nagyon rossz érzés volt az, hogy nem tudtunk eddig úgy igazán a diákolimpiával
hogy mondjam, működni az elmúlt másfél évben, mert viszont az nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy iszonyú irányult, iszonyú idén tódult felénk avval kapcsolatban, hogy legyen végre újra diákolimpia, tehát hogy nagyon várják most már a diákolimpiát az iskolában, mind a gyerekek, mind egyébként a tanárok is, és az az örömhír, hogy a versenynaptárunk az elkészült, még július végén, és természetesen indítjuk útjára a diákolimpiát. Igyekszünk egyébként minél korábban összes sportágban eljutni a megyei szintig, tehát a körzeti versenyektől az iskolák együtt, egymás közötti versengésétől egészen a megyei elődöntők, megyei döntőkig nagyon szeretnénk eljutni október végére, hogyha esetleg itt történik is még valamiféle szigorítás, esetleg az ősszel vagy a tél elején, akkor legyen az a lehetőségünk meg, hogy mondjuk tavaszra, hogyha újra minden rendben megy, akkor az országos elődöntőket is döntőket meg tudjuk valósítani. Tehát készülünk olyan forgatókönyvvel, amivel esetleg nem reméljük, hogy ez nem így lesz, de ha esetleg mégiscsak történik valami kis, hogy mondjam, lezárás vagy nehezítés, akkor így is úgy is meg tudjuk csinálni a diákolimpiát ebben a tanévben már. Az iskolakezdés természetesen a tömegközlekedést is érinti, változik a menetrend a diákok miatt. Hogy pontosan hogyan, arról kérdezem Ekés Andrást, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy tulajdonképpen a Mobilissimus Kft. Milyen céllal jött létre és mi a feladata? Mi egy kis tervező műhely vagyunk, amely célja az, hogy a fenntartható városi mobilitást, közlekedést próbáljuk támogatni. Nagyon sok platformon keresztül dolgozunk jó néhány hazai városban, de nemzetközi környezetben is, sok Európai Uniós projektben is részt veszünk, hogy fenntartható városi mobilitási terveket is készítünk. Ezek olyan tervek, amelyek akár ilyen 15-20 éves kitekintéssel próbálnak egy zöldebb, élhetőbb városi közlekedés felé hatni, és elkötelezettek vagyunk abszolút, például a közösségi közlekedés, vagy a kerékpáros közlekedés irányában is. Mi az, amit változásképpen az iskolakezdés jelent? Miben kell ilyenkor belenyúlni? Mint minden évben, ugye az iskolakezdés, meg a tanítási időszak, az teljesen más igényekkel jelentkezik, mint mondjuk egy nyári vagy tanszüneti periódus, és Nyíregyházán is ilyenkor üzemel egyszerre a legtöbb autóbusz, tehát közel 75 darab jármű közlekedik a reggeli és délutáni csúcsidőben, hogy minden irányból az iskolások eljussanak az iskolákba, a munkavállalók pedig el tudjanak jutni a munkahelyükre. Ugye tavaly volt egy nagyon komoly váltás Nyíregyházán a helyi közlekedésben, és ez az idei, mostani, augusztus 30-i, ez pedig annak egy finom hangolása. Miről szólt ez a váltás? Talán nem mindenki érzékelte, vagy nem mindenki tudja. A tavalyi időszakban, én azt mondom, hogy több évtized után nagyon komolyan fejlődött és megváltozott a nyíregyházi elsősorban belterületi közlekedés, közösségi közlekedés. Egyrészt létrejöttek új kapcsolatok, elindultak új autóbuszvonalak, tehát olyan városrészek között, ahol eddig mondjuk átszállással lehetett utazni, ott már közvetlenül el lehet jutni. Most kiemelném mondjuk a 44-es buszt, amelyik Orosról, Örökösföldön és Józsefvároson keresztül jut el a vasútállomásra. Ezt eddig vagy egy vagy két átszállással lehetett megtenni, de ilyen az új 55-ös is, amelyik rendkívül népszerű, és Sóstó-Gyógyfürdőre közlekedik az ötös meghosszabbításával, illetve elindultak tavaly, még a nagy váltás előtt az úgynevezett átmeneti menetrendben májustól a 90-es autóbuszjáratok, amelyek a lakótelepekről a belvároson és az autóbusz, illetve vasútállomáson átközlekednek valamennyi nagy foglalkoztatóhoz. Létrejött akkor egy teljesen új menetrendi szerkezet, ütemes közlekedés indult el, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben megjegyezhető időpontokban rendszeres követéssel, tehát mondjuk minden órában egyszer, kétszer, háromszor, négyszer indulnak el az autóbuszok, és hogyha van egy ütemes közlekedés, akkor sokkal könnyebb összehangolni is a közös szakaszon közlekedő autóbuszjáratokat, illetve megteremteni a csatlakozásokat. És ezek a változások nem csak a közlekedés rendjében, a menetrendekben érvényesülnek, hanem abban is, hogy néz mondjuk most ki egy ilyen menetrendi tábla, és jóval egyszerűbb lett a használata, most már nem kell matekozni a végállomásról számol, vagy hány perc alatt ér oda az autóbusz az adott megállóba, hanem tényleg a megállóhelyi meghirdetés van, tehát amikor kimegyek a megállóba, és látom azt az időpontot, akkor kéne, hogy jöjjön az autóbusz. És részben ebből a kéne, hogy akkor jöjjön az autóbusz, ebből indult el az idei finom hangolás, hogy tényleg akkor is jöjjön. Hogyan tudják a reggeli rohamot
élhetővé tenni, vagy működőképessé tenni? Ez egy nagyon komoly kihívás, és nagyon összetett, nehéz feladat, hiszen ez az az időpont, mondjuk ilyen reggel 7 óra és 3-4-8 között, amikor nem csak mindenki elindul az iskolába, és nagyon sokan a munkába, hanem ekkor van ugye a legtöbb autó is az utcákon. És sajnos van egy nagyon erős motorizációs növekedés, tehát hogy mondjuk 1000 lakosra hány darab gépkocsi jut, és ebben egy közel 30%-os növekedés volt az elmúlt 6-8 évben. Most előtte sem nagyon fértek el Nyíregyháza utcáin a járművek, most sem férnek el, tehát folyamatosan nőnek a torlódások, és ezt valamilyen mértékben a helyi autóbusz közlekedés is le kell, hogy kövesse is, ahol nincsenek buszsávok, és nagyon sok helyről még hiányoznak, ott az autóbuszok is a dugóban kénytelenek arra szólni. Mi a menetrendtervezés során arra törekszünk, hogy ezeket a késéseket se késésnek tekintsük, hanem figyelembe vegyük, hogy abban az adott időszakban hány perc szükséget, és megnövekedett a menetidő, mint ahogy egyébként mondjuk hétvégén, hajnalban, este, pedig jóval rövidebb idő szükséges. És mivel most már rendelkezésre állnak olyan úgynevezett OBU adatok, tehát fedélzeti egységből származó adatok, amelyek megmondják pontosan, hogy mennyi idő szükséges az autóbusznak két megálló közti út megtételére, így sok tízezer ilyen adat feldolgozásával jobban tudtuk már tervezni idén a menetrendeket, vagy ezt a felülvizsgálatot, mint ahogy tavaly még a fedélzeti egységek előtt. Mennyire tudják ilyenkor befolyásolni a légszennyezést mondjuk? Nekünk az a célunk, hogy kevesebben üljenek autóba, és többen válasszák a közösségi közlekedést, és azt gondolom, hogy ezt csak egyféleképpen lehet elérni, hogyha egyre jobb szolgáltatást nyújt a nyíregyházi helyi buszközlekedés, és persze mellette egyre többen ülnek kerékpárra is, akár gyalogolnak, nem kényszerből, hanem azért, mert mondjuk az is egy alternatíva a számukra. És mivel azért a nyíregyházi helyi buszflotta fele az egy nagyon korszerű földgázüzemű autóbuszflotta, ez mindenképpen jelentős környezetvédelmi és levegőminőségvédelmi hatásokat is elér, de hogyha mellette sokan ülnek autóba, egyre többen és egyre nagyobb a légszennyezettség, és a buszok bent állnak a torlódásban, akkor viszont ezeket a hatásokat azért nagyon nehéz elérni. És minden ilyen menetrendváltással az a célunk, hogy egyre többen válasszák a helyi autóbuszokat. Például a nagy foglalkoztatóknál történt fejlesztések is most ezt szolgálják. Jóval több autóbusz közlekedik most már a 90-es vonalakon, mint mondjuk a tavalyi időszakban, vagy egészen tegnapig. És azt gondolom, hogy ez egy jó irány, tehát hogyha a nagy foglalkoztatók megvásárolják, vagy valamilyen formában támogatják az autóbuszbérleteket a dolgozóik számára, akkor ők fogják használni más időszakokban is a helyi buszközlekedést, és esetleg nem ülnek autóba. Magát a menetrendet is igyekeztek a nagy foglalkoztatókkal egyeztetve kialakítani. Az elmúlt egy évben jó sok észrevétel gyűlt össze, akár személyes tapasztalatok, hiszen sok ezer órát és kilométert töltöttünk a nyíregyházi buszokon. Nagyon sok egyeztetés is volt, és valamennyi nagy foglalkoztatótól személyesen, illetve különböző fórumok formájában is bekértük azokat a javaslatokat, hogy mikor szeretnék, hogy az egyes műszakokhoz megérkezzen az autóbusz a telephelyhez, illetve mikor induljon el onnan. Valamennyi naptípusra, tehát nem csak hétköznapra, hanem hétvégére is, tanítási szünetre is, tanítási időszakra is. És ezekből az adatokból, információkból, illetve a lakossági észrevételekből, igényekből, plusz az önkormányzat, vagy akár mi, mint a Mobilizmus által megfogalmazott észrevételekből próbáltuk a rendelkezésre álló nagyon szűkös kereteken belül kihozni a lehető legtöbbet és legjobbat ebből a mostani finom hangolásból, hiszen nem lett több autóbusz, és ugyanannyi autóbuszt csak nagyon minimálisan tudunk többet foglalkoztatni, hiszen nem tud egyszerre két helyen lenni egy adott jármű, de így is azért egy minimális többletteljesítmény a tavalyi évhez képest van benne, ami egy nagyon szimbolikus lépés is, és nagyon fontos lépés, hogy a város szeretné fejleszteni a helyi buszközlekedést, és nem csökkenti a teljesítményt, hanem növeli. Nagyjából ezekkel a szempontokkal felvértezve készítettük el az elmúlt hónapokban és hetekben a módosított menetrendet. A legtöbb vonalon lesznek kisebb menetidőkorrekciók, pont az előbb említettek miatt, illetve vannak új autóbuszvonalak és olyanok, amelyeknek pedig módosul az útvonala, vagyis a menetrendje is. Miben mérhetjük a nyíregyházi tömegközlekedés fejlődését? Miből érzékelheti a városlakó azt, hogy ez most már nem az, mint 10 évvel ezelőtt, és jobban meri lecserélni az autót tömegközlekedésre?
Nagyon sok paraméter van, ahol azt gondolom, hogy ez mérhető, de igazából az a legfontosabb, hogy hogy érzi a nyíregyházi buszközlekedést, választ, hogy ez számára egy kényszer, ami jobb vagy rosszabb lett, vagy nem változott, vagy pedig saját maga tapasztalja, hogy hú, ez most már nekem tényleg jó, és így felszállok. Utóbbiból nagyon sokat tapasztaltunk például, amikor orvosiakat kérdeztünk, és a 44-es busz kapcsán, vagy a tavalyi 20-as, 21-es új körjáratok kapcsán, és jóval gyorsabban el lehet jutni a belvárosból Örökösföldre, vagy például Sóstó gyógyfürdőre az 55-ös révén, sok olyan utas van, aki azt mondja, hogy ez neki most már így választható alternatíva. De a legjobb persze az lenne, hogyha sokkal több buszból, sokkal nagyobb teljesítményből lehetne gazdálkodni, mert akkor minden olyan igényre, amire azt mondjuk, hogy ez megalapozott, és tényleg komolyabb utasigény áll mögötte, akkor azokat ki lehetne elégíteni, és tudna akkor közlekedni egy busz. De ilyen szempontok például az ütemes közlekedés sokkal kiszámíthatóbb, hogy mondjuk tudom, hogy csatlakozik a vasúthoz a 12-es, a 8-as, a 10-es, a 9, az új 9-es, 20-as, 21-es, 44-es, nem sorolom végig, de hogy ezek általában a vonatok érkezése után indulnak el az állomásról, és a vonatok indulása előtt érkeznek vissza, és ez azt jelenti, hogy garantált az átszállás, legalábbis az elvi lehetősége megvan, sajnos a vasút azért tud meglepetéseket okozni, de menetrend alapján azért általában jól működnek ezek a csatlakozások, és a gyakorlatban is, hogyha nincsenek késések. A menetrendi arculat, az egész utastájékoztatás sokkal jobb, tehát például a mostani váltásra is elkészült szórólap, elkészül a menetrendkönyv, ez tartalmaz térképet, tartalmaz egy olyan jegyzéket, ahol mindenki megnézheti, hogy ha változott, akkor hogyan változott az ő általa használt autóbuszvonal és menetrend. Sokkal inkább vizuális, azt mondom, az utastájékoztatás, hogy hogyan lehet megtalálni az információkat, és az alapján hogyan lehet tájékozódni. És nyilván az interneten is megtalálja. Az interneten minden fönt van, mert a nyiregyhaza.volánbusz.hu oldalon tényleg minden információ napra készen elérhető, de nagyon sokan ragaszkodnak például a klasszikus menetrendekhez, a menetrendkönyvhöz, ez is lesz, és tényleg mindenki abban is megtalálja az adott autóbuszvonalakat. De én azt gondolom, hogy például most néhány hetet érdemes várni, hogy hogyan fognak az új autóbuszvonalak funkcionálni, és én remélem, hogy azokat az igényeket, amelyek mögötte voltak, azokat tényleg ki tudja elégíteni, és akik ezeket igényelték, ők előszeretettel fogják használni. Legyen így. Ekés András, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket. Akkor vendégünk lesz többek között Szabolcs Veresmart polgármestere, akivel a tiszai turizmusról is beszélgetünk. Viszontlátásra!